Sziasztok! Újabb rész Dark Souls. Itt végeztem ki a Dancert utoljára. És most az jön, hogy először is visszatérek a Shrine-hoz, mert egy dolog elmaradt. Oldrich is halott, ugye? Az előző részben megöltem. És az ő koponyáját még nem tettem vissza a trónjára. Meg is van. Most már csak egy Lord of Cinder hiányzik, és ő pedig a herceg Lothric hercege. Persze nem csak ő van még, mint boss, hanem akadnak még itt mások is. De mint Lord of Cinder már csak ő maradt. És most a kastélyba kell bemenni. Ami újabb kínszenvedés lesz. Mert erősek az ellenfelek. Ugye, aki itt ült, öregasszony, vagyis amikor ide értem, már feküdt a földön. Adott egy kelyhet, vagy nem is tudom milyen tálat, azt kell ide helyezni. Így nyílik meg az út a kastélyba. Itt két irányba lehet menni, arra és arra. És ami az ebbe az irányba van, az, ha jól tudom, kihagyható igazából, de nem fogom kihagyni. Ilyen opcionális lehetőség. Hát persze az összes bosst meg kell ölnöm, vagyis meg akarom, úgyhogy majd arra is elmegyek. És meg is jött a baszó lovag.
A vörös szemű. Van egy kis bug. Ennél kintebb nem jöhet. Ezt ki is használjuk. Egy gyomros. Ez az. Ó, azt a kurva! Ez mekkora átütött? Ez még felgyógyítja. Ez az. Gyere te! Ez ilyen pap, vagy nem tudom mi, de ez tudja gyógyítani a többit. Healer, köcsög. Úgy lesz egy lift, ez majd rövidítés lesz. Ez az, lélek. Ezekkel a lovagokkal nagyon vigyázni kell. Sokkal erősebbek már, mint a korábbiak. Nem, 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 nem ütsz meg, hol az ajtó? Na, nem igaz. Négy ellenfelet öltem meg, és már elhasználtam 6 élettöltőt. Ez mutatja, hogy kb. Milyen nehéz. Hova szalad? Ez azoknak a healereknek a ruhája. Ah, nem úgy van az. Ott az égen megjelent egy fekete, nem is tudom mi, vagyis hát lehet, hogy a nap ment el, nem tudom. Ez jelzi, hogy már közel a vég. Úgy, mint egy napfogyatkozás.
ott lógnak az ellenfelek oldalt. Ez ilyen csapda lett volna, csak nem sikerült. Ja igen, ott meg fönt van egy csávó, az így dobál ilyen. Nem visz innen. Kicsit nehéz. Hátulról lő az íjász közben, meg ezt is kerüljem ki. Baszta. Az égőzőgök, mert eltalált az a élettöltőgátló. És megint. Én most nem tudok életet tölteni, amíg ez rajtam van. Még egy bonfire. És itt lesz egy kis érdekesség. Sárkányok. És ők nem fogják engedni, hogy én itt átmenjek a hídon, vagy akár hogy oda jussak. De meg lehet őket ölni. Csak nem innen. Ez a dárdás is kemény. Egy hajszálnyi élete van. Na, ezekkel a sárkányokkal majd később foglalkozok. Valószínű, hogy nem is ebben a részben, de ki tudja, mi lesz még. Idebent pedig egy elég kemény ellenfél van. Ó, a titkos fal. Most azt a szettet kaptam meg, ami rajta van. A lenti ellenfélen.
Valahogy ki kéne nyírni, de úgy, hogy ne halljak meg. És tudja, hogy itt vagyok? Tudja hát. Szerintem. Na mindegy. Véletlen volt, bocs. Ennyi. Együttésből. Akkádat. Még meg is dob. Meg fogok halni, nincs élettöltőm. Vagyis van, csak nem tudom használni. Múj már el. Na. Igen, ő ilyet is tud. De miért mellé? Miért mellé? Nem. Mi dobálja is a szarjait. Meg... Köcsög. Azt adott egy kis szarizét. Mindegy. Most a sárkányokat meg a többi őrültségét egyelőre hagyom. Megnézzük a mellékágat, hogy mi van ott. Igazi bérgyilkos vagyok. A lopakodás mestere. Consummate King's Garden. Most ez a Consummate King, ez egy boss. Elég nehéz tud lenni. Ja, és ezekről nem is beszélve itt. Őket inkább elkerülöm, mint hogy harcoljak velük. Több ilyen van, ilyen féreg. Ó, bazd meg. Hiába nyomtam azt a szart, nem támadott. Szúrás, ez az.
Ja, még itt néhol mérgez a talaj is, egy plusz ráadás. Ott egy ajtó. Ha jól emlékszem, az egy rövidítésnek a... az ajtaja. És egy shortcut. Ott meg ki lehet ugrani majd. De jó. És itt ismert kis ördék. Bérgyilkosok. Egy szintlépés már 42 000 lélekbe kerül, és nekem 47 000 van. És itt vagyunk fönt. Úgyhogy majd erre jövök, legközelebb. És akik itt vannak lovagok, az a baszott nagy karddal rohadt erősek. Szerintem a kard akkora, mint én vagyok, vagy lehet, hogy még nagyobb. El kell csalni. Nem egyel is alig fogok elbírni, nem hogy kettővel. Bazd meg! Szerintem két ütés vagyok neki. Olyanokat üt, hogy nem igaz. És még rúg is. Mi van ezzel? Ennyi, meg is haltam. Pedig már csak egy ütés lett volna szerintem.
De már nyitva a rövidebb út. Azt a 40 ezret nem hagyhatom veszni. Sőt, már szerintem volt az 50 is. Na lássuk, a bérgyilkost le lehet-e bérgyilkolni. Ezt jól megmondtam. És leesik. Mi a fasz? Gyere csak ide. Esküszöm, mindjárt kinyírnak ezek is. Rengeteg Titanite chunk van itt. Ez fegyverfejlesztéshez kell. Lehet, hogy már tudnék is fejleszteni. Hé, te ott! A healer köcsögöt ki kellett volna nyírni. Na így jött meg az előtt. Hemérítem, faszom. De hülye vagyok. Nem mész el! Akkor a karddal hogy tud ilyen gyorsan mozogni? Rúgjál is. Nem hiszem el, egy írott töltő maradt el.
Undorító vagy valami. És persze, odalent következik a boss. Úgyhogy már minden elmet elhasználtam. Szerintem elmegyek szintet lépni. Az a biztos, ha ez a dilemma megy. És nincs itt a lift. Éppen visszaküldtem. Hol a kar? Ja, megvan. De most 79 ezer lelkem van. Az a baj, ez nem elég két szint lépéshez. Ja, csak hogy át kéne verekednem magam a szörnyeken. Nem is lemegyek ide. Mert lent is van egy bonfire. Először is szint lépés. Mit érne meg? Most jöhet az Estus fejlesztés, és hát az élettöltőnek a fejlesztése. Jó, most már nem 12, hanem 13 lesz nálam. És a fegyvert is fejlesztettem most kétszer, de még egy fejlesztés hiányzik, hogy maximumra legyen fejlesztve. ezerbe kerül egy szintlépés, van 34 ezerem. Ezeret kell szerezni. Gyorsba. És akkor tudok lépni még egyet.
Így itt átverekszem magam ezeken még egyszer, szerintem meg is lesz az a 10 000, ami kell a szint lépéshez. Ha nem ők vernek agyon. Az a baj, híleli. Az igen! Rohadjál meg! Úgy van, gyere ide. Megvárlak, ráírek. De jó, hogy ilyen bagos szar vagy. Nem jössz ki. Az ciki lenne, ha így is meghalni. Bár ha így folytatom, akkor megeshet. Ne hátrálj! Négy ezret ad. És 43 000 kell, mindjárt megölsz. Jön a következő áldozat. Vagy én leszek áldozat most. És egy szúrás, na mindegy, ez is jó. És ezzel megvan a szint lépéshez szükséges lélek. Aztán be is próbálkozok a bossnál. A Consummate Kingnél. Az a baj, hogy túl sokat kell rohanni odáig, úgyhogy ha meghalok, sokáig fog tartani, még újra odaérek. Action.
maradt 3000 lelkem, és semmire nem elég. Úgyhogy azt nyugodtan elveszthetem. Consummate Kingről azt kell tudni, hogy hát egy kicsit megőrült. Ugye neki volt egy fia, Ocelot. És hát ő hozzá beszél. Meg nem is tudom, hogy mondjam. Úgy tesz, mintha ott lenne vele. Nem mész innen. Kis köcsög. Ez az, még egy trollsisak. Nagyon kellett. Jó, és a Consummate King úgy néz ki, mint egy elcseszett sárkány, akinek nincsen szárnya, meg pikkelye. Nem, úgy, ez az. Az ő ordítását lehet már hallani. Kíváncsi vagyok, hányszor halok meg. Hibrid ember sárkány, vagy nem tudom mi az. Mire hasonlít. De undorító. Az eleje még nem is vészes annyira, hanem a második fázis. Az a szopó. Már itt is lehetnek gondok. Oké. Most fog megőrülni.
Az meg. Csak nekem rohan, ezt leszedi a fél életem. Tök jöjj már meg! Kurva anyádat! Ez nem igaz. Azt sem tudom, mi történik. Élet töltünk, ennyi volt. De az mióta támadás, hogy neki rohan valakinek? Pillanat szünet. Na, akkor még egy nekifutás. A nyomorult nekirohanós támadását kéne elkerülni. Akkor talán nem dögölnék meg olyan hamar. Meg ha ezek nem ölnének meg...
Mi a faszér, ilyen gyors ez a lovag? 5 kiló... Na mindegy. Fél tonnás páncélzata van, az úgy szalad. Na, ezt az előbb nem csinálta. Újítás. Folyamatosan egy gyerekéhez beszél. Epic zenei zon. Ezt kell kikerülni. Forogjál csak, hülye. Él. Ez az! Másodjára. Köcsög. Oh. Na, ez a rész szerintem így elég is lesz ennyinek. És elég érdekes része fogom folytatni szerintem. Most csak egy boss fight jutott, de ez elég fárasztó volt. Na, halihó!